Hoppá, itt a helyzet hajszám elő. És itt a gól! Egy védelmi hiba, Münnyié a hármas követte el, és hajszám végül is minden teketória nélkül, gyönyörűen élesen, balszéről, saját helyéről talált az ellenkező sarokba. Ez a gól, igen. 1-0 Magyarország javára. A közönségnek tetszik a móka, nyilasilő, és gól! Szépen emelte föl a bal felső sarokba. Teljesen védhetetlen. Kis... Óha! Gól! Amit látott, az egyetlen lehetőség, egyszer csak fogta rá lőte. De Franck egy pillanattal később vette észre, hogy ezt lőni is lehet. 3-0. Egy rossz kirúgás nyomán. Egyet igazít, és rálövi. Ez a tuti. És De Franck már csak besegíteni tudta a hálóba a labdát. Reiter bal oldalon, a magyarok gyűrűjében. Jobb szélen egyedül van Giresz, felé is száll a labda. Ügyesen emeli vissza Weissnek. Jó a csel is. Négyen is ott vannak. És be is fejelte Reiter. 3-1. Teljesen egyedül hagytak, nem sokat, hármat. Tessék majd megnézni. Itt van, három ember volt, egy leállt, és végül is válogathattak, hogy kifejelje be. Weiss. Meunier megy föl. Esseles. Malje. És még egy gól, 3-2. Alva nehéz futballozni. Nem volt les. Nem volt les, és a védő Tóth nem tudta ellökni Maljét, és Kacirt is kicsit későn vetődött. Berg, darabba szerel. Gyurcsa, nem les, Szentes mehet rá. Még üres a kapu, még vezetheti, gól! 4-2, Szentes Lázár. Ügyesen higgadtan várta ki a biztos pillanatot. Nem volt les, ott baloldalt bennmaradt. Dress, még egy csel, nem bukik el. Jól tette, még itt is kivár. Nyilasi, gól, 5-2. Ügyes megoldás volt, láthatóan begyakorolt. Nyilasi második szabadrugás gólja, egy pöccintés vissza, és védhetetlen megint a bal felső sarokba. Garaba, Garaba begyalogolhat vele, végig mehet. Így is jó, Hanni, jó továbbítás, gólhelyzet, gól, Gurcsa. 6-2, ez volt a legszebb gól. Garabától indult el. Ez szép gól volt. Egy kényszerítő, amit nem ő kap vissza. Ez a nagy átadás. És itt Gurcsa. 6-2.